áldás átületet, ahogy ezt hallgassuk, és szívünkbe zárjuk. Amen. Mikás proféta könyvéből olvassuk a ma délelőtti ünnepi igénket. Mikás könyve 5. rész, 1. versétől, 2. versétől olvassuk egészen az 5. vers első mondatáig. Kövessük figyelemmel, áhítatos szívvel, tehát Isten szavát, amit Mikás proféta könyve 5. részétől olvasunk, a Károli Bibliában a 2. verstől, az újabb fordításban az 1. verssel kezdődik az ige szakasz. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Juda ezrei között, belőled származik a fejedelem, aki uralkodó lesz Izraelben, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, amíg a szülő szül, de az ő atya fiainak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz. És megállíts legeltet az Úrnak ereivel, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert imi felmagasztaltatik a földnek határáig. És ő a mi békességünk. Amen. Foglalj helyet. Két szót, ha megjegyzünk ezen a délelőttön, egyik a világosság, másiknak a békesség, akkor meggazdagodva mehetünk tovább. És hogyha ez a két fogalom kibontakozik a mi életünkben, akkor Isten csodája valósul meg, nem csak ezen a karácsonyon, hanem életünk minden napján. Karácsonyban ünneplünk, Isten jelenlétében időzünk, Isten házában vagyunk, testvéri körben, különös kiváltság ez, és engedjük, hogy ennek öröme, ennek szabadsága betöltse a mi szívünket, és magával ragadjon, ahogy az este is szó volt már a karácsony öröméről, erről a váratlan örömhírről, hát engedjük, hogy ennek híre felvillanyozza a mi szívünket és a mi elménket, és ennek öröme egyre fokozódjon, ahogy az ünnepet folytatjuk, ahogy az ünnepet az Úrral töltjük és egymással, és így a hallgatásban és a szolgálatban egyaránt tapasztaljuk az ünnep különleges örömét, mert az ünnep nem olyan, mint a hétköznapok, nem olyan, mint a többi vasárnap, hanem különlegesebb, másabb. Erre utalnak az ünnepi díszek, az ünnepi előkészületek, az ünnepi szokások, és mind-mind ezt erősítik meg. De ezen túl az ünnep üzenete, a karácsony üzenete, ami különleges, ami egyedi, ami csodálatos. Egy szerény kis falucskába, városkába vezeti vissza a mi figyelmünket az ige, a profécia, ami Jézus Krisztus jöveteléről, születéséről szól, és pedig Betlehembe kiemelkedő lett ez a név a Szentírásban, és különösen kapcsolódik az Úr Jézus Krisztus születéséhez, a karácsonyi történethez. Lehet, hogy azelőtt nem sokan hallottak erről a helységről, nem sokan ismerték, nem sokan jártak ott. Nagyon sokan jártak Jeruzsálemben, világszerte ismerték, és Jeruzsálem a világ hét csodája közé tartozott, és a salamoni templom, de Betlehem nem ilyen volt ezek között, hanem jelentéktelen tanya volt, nem messze Jeruzsálem mellett, és mégis Isten ezt választotta ki, hogy oda helyezze az ő nevét, oda helyezze az ő ajándékát, és beíródott ez a történelembe, a karácsonyi történetbe, és mindenütt hallják, hirdetik és ismerik ezt a nevet, hogy Betlehem. De vajon ismerik-e az Úr Jézus Krisztus nevét, azt a csodálatos nevet, amely minden név fölött való? Mert nem Betlehemben van a lényeg. Betlehem csak a keret, Betlehem csak a jászol, úgy, mint a képnek a ráma, csak a dísze, de nem azonban a lényeg, úgy, mint az ételnél a tál, jó, hogyha szép, de nem ezen van a lényeg, hanem ennél sokkal többről van szó. Így jött közel hozzánk tehát az Úr Jézus Krisztus, és a proféciákban látunk egy folytonosságot, ahogy meg van hirdetve már az Édenkertől a szabadítónak a jövetele, és aztán egyre közelebb és egyre többet mond nekünk a profétai kijelentés, ahogy meghirdetve,
kapcsolódik még Betlehemhez? Hát több történet kapcsolódik Betlehem helységéhez. Betlehem ugyan kicsiny volt, és eszünkbe jut nekünk Gedeonnak a szava, aki szintén Betlehemben csépelte Efratában a búzát, és megjelent neki az Úr, és megszólította, hogy is elhívta, hogy ő legyen a szabadító, hogy megszabadítsa a népet. És megszólal Gedeon, hogy hát ki vagyok én is, ki az én törzsem is, az én nemzetségem és az én családom a legkisebb, Izrael legkisebb törzsében Betlehemben. És mégis őt választotta ki az Úr. Isten a kicsiket is kiválasztja, és fel tudja használni, hogy nagy dolgokat vigyenek véghez, és az ő üdv történetét kibontakoztassák is tovább, vigyék. Aztán ott van Dávid, aki szintén Betlehemben született, és amikor az édesapja hírét veszi, hogy jön a proféta, és éppen őt akarja meglátogatni, akkor csodálkozik, hogy éppen őt, a legkisebbet. Vagy amikor kiválasztja az Úr Sault királyá, akkor olyan kicsinek érzi saját magát. És folytathatnánk tovább a betlehemi történeteket. A Naomi és Ruth története szintén Betlehemhez kapcsolódik, a kenyér házához, ahol elfogyott a kenyér, és nem volt élelem, és elhúzódtak idegen országban, majd hazatértek, és visszajöttek, és Isten áldását tapasztalták. Betlehembe, a kenyér házába küldte Isten az életnek a kenyerét, azért, hogy megajándékozza éhező világunkat, azzal, amire éppen szüksége volt a világnak. Ez egy olyan ellenszer, ami legyőzi a bűnt, legyőzi a halált, és ami megmenti a veszedelemtől, a kárhozattól az emberiséget is. Ezt egy személyben küldte el hozzánk az Úr. Mert nem a szegénység volt a problémája az emberiségnek, nem a politikai zűrzavar, meg a római elnyomás, mert akkor az Úr hadvezért küldött volna, nem is a tanulatlanság, vagy a tudatlanság, mert akkor tanítót, bölcset küldött volna, nem is az egészségügyi helyzetnek a primitív volta, mert akkor orvost küldött volna, nem is a technológiának az alacsony szintje, akkor Isten egy mérnököt küldött volna, hanem a bűn volt a legnagyobb probléma, ezért Isten szabadítót küldött erre a világra, és a szabadító az ő fia személyében jött el hozzánk Betlehembe, jelentéktelen helyre. Isten minket is kiválasztott, nem azért, mert híres nevesek voltunk, hanem a jelentéktelenségünk, kicsinységünk ellenére mégis úgy látta jónak, hogy megszülessen az én életemben és a te életedben a királyok királya, Jézus Krisztus, Isten szent fia. És így jött létre a békesség. Békesség kapcsolódott Betlehemhez, és a békesség innen terjedt és áradt tovább, kezdve attól, hogy az angyalok hirdették, hogy az emberek a földön békesség és az emberekhez jó akarat, és azóta terjed ez a békesség, terjedt Jeruzsálemben, aztán terjedt a föld végső határáig az evangélium hirdetése által. A békesség evangéliuma hirdettetik ma is, és boldogok azok, akik békességesen hirdetik a békesség evangéliumát. Igaz, hogy nem csak békességet hozott felszínre a békesség üzenete karácsonykor, hanem a nyugtalanságot is a hitetlen harudási szívekben, az irigységet is felhozta azok szívében, akiknek ott volt már az előtt is, és nyilvánvalóvá vált, de ez a békesség fölvállalta ezt a békétlenséget, fölvállalta akár a konfrontációt, és látjuk az Úr Jézus földön jártában, hogy fölvállalta, hogy kimondja az igazságot akkor is, hogyha háborúság járnak nyomán. A békesség nyomán még a háborúság jár, de mégis békességet teremt. Végső soron a békességet hozza el számunkra, és hozta el a békesség fejedelme. Békesség van tehát ezen a földön karácsony óta? Hát ha ilyen szempontból nézzük, akkor nem mondhatnánk, hogy igen. Azóta békesség honol ezen a földön. Mert most sincs békesség, napjainkban sincs nyugalom és biztonság ezen a földön. Azóta is tartanak a háborúk, és valaki összeszámolta, hogy amióta a történelmet feljegyzik és írják, azóta a több ezer éven keresztül, 3000 éven keresztül csupán valami három
akik befogadták a békesség királyát, mert ő a mi békesség. Ez a békesség nem egy helyhez kapcsolódik, nem Betlehemhez vagy Jeruzsálemhez. Jeruzsálemnek a neve is a békességből ered, békesség városa, Jeruzsálem, benne van a sárban a békesség szó. És ezen a földön bárhova menjünk, nem találunk egy nyugodt helyet, egy nyugodt várost, ahol azt mondjuk, hogy na itt aztán nyugalom és békesség van. Voltak emberek, akik megpróbálták, nem volt hozzá tehetségük, hogy válogassanak, hogy melyik városban, melyik országban érdemes inkább élni, hol van nagyobb békesség, nyugalom, hol van jobb lét. És ma is készítenek statisztikákat, hogy melyik a legélhetőbb város, hol a legjobb az életszínvonal, hol olyat is, hogy hol nyugodtabbak, vagy békességesebbek az emberek, hol van több öröm az emberek szívében, több megelégedettség. De olyan helyet még nem találtak, ahol teljes békesség, biztonság és nyugalom legyen ezen a földön. Olyanhol már hallottam, hogy kiszámolta a térképen, hogy melyik országrész és földrész a legnyugodtabb, ahol soha nem volt még háború, hát ilyen is van, és aztán elköltöztek oda egy szigetre, szép házat építettek, aztán nem telt el egy év, és egy szörnyű vihar lerombolt a házat és azt az egész szigetet, és aztán kezdhették előtől. Mert Jézus Krisztus a mi békességünk. Ő a békesség fejedelme, ő a békesség királya, akinél, akinek jelenlétében megtapasztalhatjuk ezt a békességet. Egyszer, amikor egy közös ismerősről beszéltem valakivel, és kiderült, hogy nagyon jól ismeri ő is az illető tanárembert, hát úgy nyilatkozott róla, és röviden úgy jellemezte, hogy amikor vele vagyok együtt, úgy érzem, hogy minden rendben van, és minden jól megy. És vannak ilyen emberek, akik valahogy békességet árasztanak maguk körül, nyugalmat, biztonságot jelentenek, ahhoz hasonlóan, mint amikor a gyermek a szülő jelenlétében van, akkor megnyugszik. És ősi ösztön ez, ezzel születünk, az újszülött is, amikor az anya jelenlétében van, akkor megnyugszik. És lecsendesedik. És amikor érzi, hogy távol van és nincs ott, akkor csak egyszerre csak rátör a félelem, elkezd sírni, és akár a bánik is környékezheti, hogy most mi lesz. Elvesztem, mert ki vagyok szolgáltatva, bizonytalanságban vagyok. Érezzük-e ezt a drága békességet, mint a gyermek anyja ölén? Úgy megnyugszik-e a mi szívünk, megváltunk lábainál, megváltunk ölén? Ő a mi békességünk. Ő az, aki lerombolta az ellentétet, a nemzetek között lerombolta a válaszfalat, és békességet hirdetett zsidók és pogányok között. Ő a mi békességünk, aki kivékített minket az atyával. Mert jól lehet haragudtál rám, de elfordult haragod. És hogyan fordult el az atya haragért? Úgy, hogy az Úr Jézus Krisztusra tekintett az engesztelő áldozatra. Ő a mi béke áldozatunk, az Úr Jézus Krisztus, mert az Ószövetségben ilyen is van az áldozati rendtartásban, hogy béke áldozat. Jézus Krisztus feláldoztatott, hogy békesség legyen a szívemben, békességem legyen az atyával, békességem legyen embertársaimmal, és a békesség útján járhassa. Ő teremtette meg, és ő biztosítja a békességet. Jézus Krisztus garantálja a békességet. Olyan helyeken is, ahol még nincs békesség, és Isten ígéreteiben azt olvassuk, hogy az egész földet be fogja tölteni az ő dicsősége, és az ő uralma, vagyis az ő béke uralkodása. Ez nem csak Izrael népére vonatkozik, hanem az egész nemzetre, a föld minden nemzetére, az egész világra. De már most elkezdődött Isten országa, és akik ahhoz tartoznak, azok a békesség hírnökei, a békesség emberei. Békesség embere vagyok-e? Uralkodik-e a szívemben a békesség? És nem arról van szó, hogy soha nem vagyunk nyugtalan. Hisz ezen a földön néha megszomorodunk különféle kísértések között. Néha talán még könnyeket is ejtünk, de mégis ott van a békességnek a garanciája a mi szívünkben, és legyőzi, megoldja ezeket a békétlen helyzeteket. És tudjuk, hogy el fog jönni az az idő, amikor nem lesz többé békétlenség, hanem Isten uralma fogja betölteni az egész mindenséget, és eltöröl minden olyan akadályt, ami nyugtalanná tesz, vagy ami nem a békességhez tart.
hisz végétlenségben nem tudunk örülni, és hogyha nincs örömünk, akkor nem mondhatjuk igazán sem, hogy nekem olyan nagy békességem van. Tapasztaljuk, azt kívánom ezen az ünnepen és ezen az ünnep után egyre jobban, hogy mit jelent a békesség Jézus jelenlétében. Az ő jelenlétének érzése ad békességet, az ő hangját, amikor hallom, akkor nyugszik meg az én szívem, és legyünk ennek a szent békességnek a közvetítői, hirdetői, hogy minél többen megtalálják ezt a szent nyugalmat Jézus Krisztus lábainál. Amen. Segítsünk, hogy
percben üljön meg a mi szavunkban, aztán bizonyosság, hogy